Egy pince mélyén lámpa ég. Ismert versekkel emlékeztek a költészet napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az egyik legfontosabb érték a vers, és van egy olyan mondás, ami ugyan a zenére vonatkozik, hogy a zene az égben születik. Azt hiszem, ezt elmondhatjuk a versre is, hiszen a vers is az égben keletkezik, és a költőnek az a feladata, hogy ezeket a rezgéseket meghallja, és a toll vagy a ceruzája segítségével ezt lejegyezze, és ezáltal pedig hozzá segítsen minket, hogy a mi lelkünknek a rezdülése is abban a fenn megszületett csodával kicsit teljesebbek legyenek. A színház és a Vörös Postakocsi folyóirat együttműködésében idén ez már a második ilyen kulturális rendezvény volt, ami az irodalom szeretetére igyekszik buzdítani az olvasókat, nézőket. Ma van a Magyar Költészet napja, és mivel a Móricz Zsigmond Színház és a Vörös Postakocsi Irodalmi Művészeti Folyóirat régóta együttműködik, elhatároztuk, hogy egy közös estre hívjuk a város, és ha bejönnek a megye lakóit. A Tiszta Szívvel a cím egyrészt József Attila utalva, másrészt arra utalva, hogy az itt közreműködő színészek és postakocsi szerzők valóban tiszta szívvel nyújtják át versben és megzenésítve is költeményeiket. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük.